csirkével, ami körülbelül egy 10-12 g-os hegyehez elegendő. Szépen ilyen tekerő mozdulattal betekerem a hegyet. Egészen addig a pontig tekerem, amíg beül annyira, ahol majd lesz a későbbiekben. Jó. Azért is be kell nyomni eddig, mert itt amikor kihúzzuk a hegyet, akkor megmutatja a lyuk, ami a kihúzott hegy után látszik, hogy meddig vékonyíthatom le hozzá az anyagot. Tehát nem előtte vékonyítom le teljesen, hogy itt bátran dolgozhassak, hanem először ezt beültetem. Jó. Látjátok, ezt kőkeményen meg lehet nyomni, bármit lehet csinálni. Ez a fog annyit, hogy nem lepeted el. Ilyenkor, hogyha beült a hegy, akkor megforgatom, és megnézem, hogy ez szépen tengelyben áll-e, vagy sem. Ha nem áll tengelybe, akkor kiveszem, és amennyibe egyenes ez, akkor csak a hegyen kell dolgoznom. Tehát fogok egy kalapácsot hidegen, és egy üllön addig alakítom, amíg úgy nem látom végignézve, és látjuk, hogy jó, vagy sem. És ezt most meg kell ütnünk egy kicsit. Hegy az ajakhoz képest.